Így néz ki Tiszafüred, illetve a Tiszató legújabb idegenforgalmi fejlesztése, a Kérész Öko és Aktív Turisztikai Központ. A háromszintes, összesen 930 négyzetméteres létesítményt májusban még csak előre bejelentett csoportok látogathatják, júniustól azonban már a nagy közönség is. Egy olyan négy éjszakos attrakciót kapott a Tiszató, ami az itt működő vállalkozások egész éven át tartó versenyképességét, a bevételek optimalizálását, az együttműködés lehetőségét, a kínálat bemutatását is lehetővé teszi, és ez a fajta bizalom, ami övezte ennek a beruházásnak a megvalósulását, létét immár több mint 7 évre vezethető vissza. A minden korosztály számára egész évben gazdag programokat kínáló központ 1 milliárd 280 millió forintos támogatásból épült meg. Környezeti nevelésre, szemléletformálásra, a szabadidő hasznos eltöltésére épp úgy alkalmas, mint természetbúvárlaborra, természetfotós műhelyre, a vízisportok kipróbálására. Az Európai Unió valójában saját magát bünteti akkor, amikor megtagadja ezeknek a fejlesztési forrásoknak a folyósítását, vagy azokat feltételekhez köti. Európában sok helyen láttunk már olyan fejlesztést, amely turisztikai attrakcióval indul, kifejlődik, ahogy általában ilyenkor célkitűzésként jelenik meg, lehetőség szerint az egész éves attrakció, az egész éves szezon, és innen aztán ez gazdasági előnyökre váltva a munkahelyteremtés, a vállalkozások élénkítése és támogatása révén a térség gazdaság egyéb területein is lendületet vesz, és egyre dinamikusabban zárkózik föl Európa élvonalához. Így van ez Magyarországon is. Több olyan turisztikai térségről tudunk, ahol a cél az, hogy minél hosszabb ideig tartson a szezon, hogy minél minőségibb legyen a turisztikai szolgáltatások összessége, minél gyakrabban, minél többen és minél hosszabb ideig jöjjenek az adott térségbe, és ezt az így megtermelt turisztikai tőkét fokozatosan gazdasági tőkévé tudjuk átalakítani. Látszólag tehát megvan a nagy európai recept arra, hogyan válhat egy térség sikeressé gazdaságilag is, ha már egyszer turisztikailag azzá vált. Az épület nem csak felépítményében, megvalósításában, illetve funkciói tekintve egyedi. Az árvízvédelmi rendszernek is a része, éppen ezért megépítése nem volt hétköznapi feladat. Azért nem könnyű ez a Kérész központ megépítése, mert Tiszafüreden nem könnyű építkezni. És nem azért nem könnyű építkezni, mert itt a védműbe kellett ezt az épületet megvalósítani, úgyhogy ez árvízvédelmi töltés része is ez az épület, tehát műszakilag nem volt egyszerű. Tiszafüred azért nem könnyű építkezni, mert tiszafürediek nagyon igényesek lettek. Nagyon igényesek lettek arra, hogyha itt valami megvalósul, főleg a turizmusba, akkor annak olyannak kell lenni, amely még az ország határon kívül is megállja a helyét. És Tiszafüred igényes arra, hogy mi valósul meg, milyen minőségben, és azt hogyan üzemeltetik. Erre rengeteg példa van Füreden, hiszen ha kicsit arrébb megyünk, akkor láthatjuk a szabad strandot, amely attól szabad, hogy nyílt víz mellett van, de a Morotva szabadidő központ az ország talán első vagy második kutyafürdető strandja is, tehát olyan dolgokat valósított meg ez a város és ennek a városnak a vezetése, amely példát mutat. A félnapos túrák, az egésznapos túrák, a kiállítási lehetőség, a kenukölcsönzés, a térségben elérhető programok mindegyikéről részletes tájékoztatás érhető el a Tiszató legújabb turisztikai attrakciójának honlapján a www.kerész.hu oldalon.